Na hello, sziasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik következő 7 Days to Die résszel. Megmondom őszintén, egy picit így átgondoltam a helyzetünket, és kértem segítséget többek között Norvég, kioktatott, hogy igazából mit kellene csinálnom ahhoz, hogy valamennyire hatékonyabb legyek, mert általában én úgy vagyok vele, tudjátok, hogy így a saját fejem után megyek, aztán igazából ez annak a rovására megy, hogy a hatékonyságunk az nem annyira működik. Többek között mondta, hogy nem ártana, hogyha lekraftolnám magamnak azokat az armor részeket, amik nekem nincsenek meg. Ugye például nekünk van egy Raider outfitünk, meg mindenféle, ami igazából nem jó. Viszont mondta, hogy a Raider outfitet érdemes mindenképpen kimaxolnom. Mert hogyha azt kimaxolom, minden egy alkatrésze meg lesz, akkor valószínűleg kapok majd egy olyan bónuszt is, ami nem valószínűleg, hanem biztos, hogy ilyen full star resistem lesz, meg igazából nagyon védett leszek. Ami egyszer jó. A második dolog, amit kellene csinálnom, az nem más, mint hogy valahogy újra kellene skilleznem magam. Szóval össze kellene gyűjtenünk 6000 gyakorlatilag ilyen cointot, vagy mi ez, casino tokent, és akkor tudnék venni egy olyan italt, amivel újra tudnám osztani a skilljeimet, mert eléggé nem túl specifikusak, hanem össze-vissza van minden is igazából. Srácok, itt van közben kaják készül, meg pián készül, ami egyszer jó, de igazából ezzel nem fogunk legyőzni zombi hordákat a kajával, meg a piával, meg nem fogunk nagyobb szintű küldetéseket megcsinálni, mert rohadt nehezek. Úgyhogy először is, ahhoz, hogy ugye tudjak csinálni Raider felszerelési tárgyakat, ahhoz szükségünk lenne armor crafting kitekre. Amihez megnézzük, hogy mi kell, és akkor azokat meg kellett csinálni, letrekkeljük, és megnézzük, hogy van-e nekünk olyanok. Ugye, például van viszont olyan alkatrészem, ami egyszer, hogy kell hozzá. Ugye van hozzá duct tape-ünk, és elvileg már csak akkor tű köllene, amiből van kettő. Úgyhogy már kapásból kettőt tudnánk csinálni, bár ez eléggé kevés. Meg kéne néznünk, hogy az a saving kitet, ezt tudunk-e csinálni. Bár ez lehet, hogy ez csak lootos. Hát ez nem boldog a keeper. Aha, ezt nem tudom csinálni. Hát az akkor... Az úgy eléggé nem jó. Ezeket honnan tudnám szerezni, vajon? Aha, nagyon mindegy. Viszont ebből kraftoljunk le akkor kettőt. Bár az édes kevés lesz, ugye. Egyébként itt közben rendezkedtem, gameplayen kívül, mert ugye éjszaka van, amúgy se akartam sehol menni. Vettünk magunkhoz piát, de pia az egy kicsit túl sokban, vettünk magunkhoz kaját, meg csináltam 5 darab javító készletet. Ja, meg leestem a base-ről, nem vettem sajnos, nem, semmi extra nem történt, annyi, hogy ugye felhasználtam, 2 darab volt ilyen, egyet felhasználtam, szóval nincs alás, nem ámítás, nem haltunk meg. Egyébként, nem tudom, azt várja, azt lehet elvileg valahol. Ugye meg is mutatom, hogy 5 darab halálunk már utána lehet számolni, szóval nem haltunk meg, ugye kibírja. Viszont írtátok, hogy szalmabálát, azt próbáljam ki, hogyha arra esek, akkor nem élem túl a dolgokat, akkor azt lehet, hogy az ki is fogjuk próbálni instant. Azt hiszem, hogy az csak ez kell, ugye? Nézzük meg, hogy milyen receptek van. Aha, ebből. Hát lehet, hogy nem itt kellene kipróbálni, hanem csinálni mondjuk egy darabot, és akkor valahol felmászni, és akkor leugrani. Hát megpróbáljuk, srácok. Viszont akkor van 2 ilyenünk, ami igazából... Ja, meg leraktam egy bedrollt ide. Gameplayen kívül annyi történt. De jó, még fűmagot is tudunk csinálni, és akkor eltudni, az nem gyenge. Na, álljunk meg. Mit akartam? Igen. Raider Armored, amit valószínűleg inkább így írnak. Az a baj, ilyen kell, de viszont akkor szükségünk lenne ilyen tűre meg cérnára. Úgyhogy itt egy kicsit problémás lesz, viszont annyira azért nem nagy gond. Ezeket lehet, hogy nem, inkább külön rakom, ahol szoktam, mert különben el fogok keveredni. Mennyi idő van? Idő van már? 3.52. Megyünk is, mint az őrültek. Megpróbálunk összeszedni annyi alapanyagot, amennyiről beszéltem. El van törve még 14... percig a lábom, hát ez nem a legvidámabb. Igen, nem nagyon jó, ez a kalapács egyszerűen nem jön be, az a baj vele, meg ráadásul az a baj vele, hogy ugye nagyon sok staminát eszik,
és igazából nem túl hatékony. És ugye minél nagyobb tierű kalapácsot használsz, annál lassabb lesz. Ugye azért használtuk a kőkalapácsot, de ez a vas, ez nagyon lassú, és az acél még lassabb lesz. És mondta Norvég, hogy ha rá akarok függeni igazából a... Én nekem tetszik ez a milli dolog, hogy ütök. Akkor inkább próbálja meg a baseball ütő verziót. Na bazze, itt meg támadásba lennültek a dolgozók. Próbálkozzak meg azzal. Mert az gyorsabb. Viszont oda vágtam valaminek. A kalapácsot el kell elraknom. Ja, nincs nálam kab össze, jó van, semmi gond. Oké, ki is nyitott az üzlet, várjál? Viszont... Hogyha húst látunk, akkor azért arra kellene gyúrni. És közben mindjárt elmondom egyébként, hogy mi a terv. Hogy mi az, amit szeretnék megvalósítani ebben a részben. És megint elnéztem másfelelem, hogy a rókát nézzem. A hús az kell, meg igazából ezek az alapanyagok kellenek. Megnézzük, hogy nincs ilyen tű meg cérna, vagy nem tudom, hogy nevezem azt a varókészletet. Nincs varókészletünk, jó, egyébként futok, leszarom. Csinálom küldetéseket, megpróbálunk azért nem olyan durva küldetéseket felvenni, viszont szükségünk lesz néhány dologra. Pénzre leginkább, úgyhogy arra rá fogunk függeni, várja, ezt én lehet, hogy ezt itt ki is cserélem, valahogy át kéne rendezni. Mondjuk így. Úgyhogy javítani kell, azt használjam. Mert azért is lecseszést kaptam, hogy a kőkalapáccsal javítottam. Nem lecseszést, de valami hasonlót. Először is megnézzük az inventory-ba, és megnézzük, hogy van-e nála ilyen. De ez lehet, hogy az nem fog nála lenni. Lehet, hogy itt nem fogok tudni olyat venni. Az valami... De ez az, ez kell. 6000 pénzbe kerül, nekünk egy ilyenre van szükségünk. Hoztam egyébként olyan dolgokat, amiket... eladhatok, mert igazából nem használom, meg az igazából ezekből van nekem sokkal több, tehát igazából nem fogom el, nem kellenek. Már is van 2300-unk, és akkor így még fogjuk csinálni. Jobot kellene. Ó, nem áll. Nincs nála munka? Ne! Na hát ennek bozzá nem örülök. Nincs nála munka, gyerekek. Ne! Wine! Jó, várja, lehet, hogy azért már föl van véve. Ó, hülye vagyok. Jó, oké, rájöttünk. Igen, föl van véve. Restore power. Generator, de várja, ez csak izé szerint, nem, night only. Úgyhogy ezt el kéne dobnom. Nem tudom dobni? Aha, és akkor ilyenkor fel tudok venni újat. Nagyon jó, oké. Az night only-kat hagyjuk, meg ráadásul... Ezt az infested clear, az infestedeket lehet, hogy egy kicsit azokat csak kéne erőltetni. Pénzt kellene szereznünk, meg ugye XP az nem ártana, de tényleg 6000-es össze kellene ezen a napon szedni. Most egyelőre, hát futok. Jó, 6000-et össze kéne kappantanunk nekünk, hogy újra tudja reszetelni a skilleket, és akkor rámegyünk egy egész más buildre. Mindenképp nekem a melee build, ez nem tudom, tetszik, gyerekek. Hogyha valaki azt mondja, hogy várjál, annyit meg kell néznem, hogy nincs itt a benzin, nem raktam ki, és azt a motorba kéne tárolnom, az teljesen felesleges. Itt van ám minden. Benzin és javítás, és nincs nálam benzin, hát ez szomorú, gyerekek. Viszont itt van-e olyan, amit, meg ezeket is egyébként el tudnám adni. Jó, itt van a izé. Ha ezeket fel kellene cipelni ráadásul. Aja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 j
megpróbálunk lootolni azért. Jó, megcsináljuk ezt a küldit. Aztán akkor folyamatosan haladunk. Hát megpróbáljuk a izéket, megpróbáljuk a nehezebbeket is. Vagy pedig visszamegyünk egy tiért. Nem tudom, hogy melyiket választjuk. 6000-et össze kéne szedni és be kéne resetelni, és teljesen új buildet kéne építenünk. Úgyhogy valamit majd kitalálunk. Mert ez így nagyon nem jó. Egyébként pont a miningnet is lehet, hogy már itt a bányászatot vissza kellene egy kicsit. Baszai, az lehet, hogy egy kicsit nehéz lesz, nem? Már megint mi a franc? Ez ilyen hulladékfeldolgozó. Már megint meg fognak minket cseszni, mi gyerekek? Na nézzük. Hát nem tudom, hogy mi lesz itt. Úristen, már előre félek. Nincsen valami?
Ilyen se vagyunk, semmi gond egyébként. Hoztam direkt, meg hoztunk stamina növelést is. Ugye most már kávét fogunk inni agybefőbe. Meg így rengeteg staminát kapunk. Oké, gyerekek. Hú, milyen traktor is van itt meg minden. Jó, és kacok. Az a lényeg, hogy próbáljunk meg. Próbáljunk meg. Úristen, mi az a sok íze zombi? Aha, ez biztos. Fasz, de megettem. A kurva életben. Hát a francnak esik rá, becsém. Hát összeszartam magam kapásból. Jó, no probléma, nyugi, nyugi. Basz, nagyon, nagyon beszartam, hallod? Viszont ad HP-t majd ez, még egy kicsit. Aha. Jó, inkább próbáljuk meg vigyázni, jó? Nem kell megdögleni, valószínűleg lehet, hogy itt megint kemény dolgok lesznek. Gyerekek, ez egy ötös nehézségű küldetés. Hát úgy meg fognak minket szivatni, hogy ezt nem tudjuk elképzelni. Én már előre látom. A Norbi... Norvég szerintem így fogja a fejét, hogy passz, ide bejössz, ne! Meg fogsz dögleni! Ahogy mindig legyen mén. Tényleg most ilyen ízébe megyek. Hát jó, így nem jó. Nagyon óvatosba, inkább elfutunk, vagy körbe. Mi volt ez, baza? Madarak vannak itt eddig az. Együtt és a kettő, jó van. Rohadt életbe, gyerekek. Itt ez már érzem, hogy ez rohadt kemény lesz. Már biztos vagyok benne. Nem tudom, lootoljunk mindent is. Legalább valamit nyerjünk rajt. Ez mi volt, baza? Hú, te hallod, ez így nagyon para lesz. Hoztam lőszert egyébként. Csak az a baj, annyira... hát hogy majd... Ugye gyakran történik az, mint most. Hogy... Ja... Amikor egy zombi jön, akkor nem egy jön, hanem egy csomó. Hol van a gázcső? Vagy csap? Nem láttátok, gyerekek? Hát, hogy itt bent, mindjárt. Hú, baze! Én parázok rendesen, nem akarok megdögleni, mert tényleg ez már olyan, hogy... Nem egyszer meg, ez zárva van, gyerekek. Hogy rohagy meg? Ugye kitalálunk akkor valami más. Nem tudom, már csapot láttátok ti? Nem láttátok? Ez ró... Ah, ez az. Ja, nem gondoltam volna egyébként. De ez kevés volt, várja. Aha, nem mindegy, hogy melyiket zárod el. Ja, még harmadik is van. Uh-huh. Jó. Oké. Okay. Jó, gyertek gyerekek. Mondtátok, hogy figyeljek arra, hogyha zombi ég a földön, akkor még él. Úgyhogy az egy... Most ne haragudjál, de egy ilyen védjék, nem? Hú, bazza gyerekek, én nagyon nem tudom, nagyon para ez az egész hely. És mindenhol zombikat mutat. Elvileg amiket mutat, azok már látnak minket, ugye? Hogyha megjelennek ilyen 8 radi zombi gyerekek, akkor izé lesz, akkor a Keeper azt mondja, hogy majd innen rohanás van. Az a baj, egy ilyen útfesztő az egész, és hogyha egy csomóan jönnek rád, akkor itt neked annyi. Uh-huh. Jó, inkább nyugodtan. Hol van? Uh-huh. Az a baj, hogy fönt. És az nem biztos, hogy jó, hogyha rátpotyognak. Nézzük, hát hogyha valami jó... Egyébként bízom benne, hogy egyszer majd kapunk valami jó weapon, vagy valami ilyesmit. Úgy valami jó fegyver ebbe legyen, gyerekek. Mondjátok, hogy lesz. Nem. Soha nem!
meg mindig a lábam nincs meg jó, az elég veszélyes mutatvány. Ó, gyerekek, komolyan mondom, be vagyok szarva, mert itt a tetőről mindenhonnan potyoghatnak, sőt, ki is lehet menni, nem lehet kimenni a tetőre. Óvatosba, jó? Mondjuk, mehetsz óvatosba, hogyha egy ilyen történik veled, nem? Ilyenkor lenne jó egy shotgun, legalább egy pump. Pump action. Ha, és akkor itt végigugrálni? Jó van, oké, nincsen semmi baj. Lehet, hogy egy kicsit kéne magunkon HP-zni. Jó, hát be vagyok fosvara. Ja, meg ezek az ugrálások nem a legjobbak nekünk. Még 2 percig ugye izé van törve lábunk. Jó, hogyha faszán eltaláljuk, akkor azért nem nagy baj van. Tudjátok, mit kéne csinálni? Megmondom. Meg kéne inni néhány ilyen kávét. És akkor ugye ez stamina regünk van. Ugye ezt tudod stackelni is, azt észrevettem. Tehát egymásra tudsz többet dobni. Egyébként az kéne, hogy nekem ez így lenne jó. Mert akkor tudok gyors billentyűkkel hamarabb váltani. Na meg az ilyen. Ez megkegyelmezett nekem, hogy így zörgött. Na, látjátok, hogy most nagyon megfontoltam, próbálom, aztán nem tudom, mennyire fog sikerülni. Az a baj, hogy egy ilyen helyre beugrasz, biztos, hogy lesz leszakadott plafon, vagy valami történni fog, nem? Egyébként lehet, hogy lopakodnom kellene. Azt akkor nem egyből ugranak rám, nem? Hamarabb látom meg őket. Bár mondjuk nem Raider Armorba kellene lopakodni, lehet. Jó, hát lehet, hogy lopakodok. Komolyan. Csak az a baj, ha így maradok, akkor meg az nem lesz baráti. Ó, ez jó, ez jó. Ennek most úgy örülök. Jó, hát ez a lopakodás úgy látom, hogy... van egy sebi értelme, így. Ott volt egy armor, he. Csak pont egy felső. Pont egy Raider egyébként, ugyanolyan, mint az enyém. Úgyhogy az nem egy nagy buli. Ilyen helyen megnézem, nincsen... Ó, ez jó. Jó, figyeljetek ki. Inkább megfontoltan okosba. Hát ez nagyon csapda, nem? Olyan csapda szaga van. Tényleg ilyen nagyon kommandóba nyomom most, bazze. Nem rossz ez a kalapács, de hogy többen jönnek, elfogy a staminád meg minden, akkor nagy baj van. Úgyhogy ezért nem ajánlott. Jó, viszont még mindig egy perc van a lábam eltöréséből, de miért? Ú, bazza, itt annyian jöhetnek, és akkor mi a szart csinálok? Nem tudom, ez a lopakodás szerintem abszolút nem. Ja, hogy ez egy ilyen automata? Ezt azért nem visszük. Na, eddig jó. De ez egy ötös nehézség. Az azért nem egy baráti. Ú, bazze! Most kéne egy gyors mentés, mi? Oda nézzél, figyeljetek, tudjátok, mit kéne kialakítani? Itt van egy csomó loot, itt biztos, hogy rengeteg zombi lesz. Lehet, hogy ki kéne dolgoznunk valami menekülési útvonalat. Mi van, hogyha jönnek a zombik? Mit tudunk csinálni? Szerintem ide-vissza kéne vonulni, és akkor úgy folyamatosan ütni őket. Meg lehet, hogy egy tárat kapásból el kéne ereszteni a leggyorsabbra.
Meg lehet, hogy még egy kávét beverek. Baza, nem lehet itt fél várról venni már komolyan. Főleg, hogyha nem valami jobb illetőnk van. Na nézzük. Ó, erről beszéltem, hogy biztos, hogy elszabadul a pokol. A leggyorsabbat. Figyelj, lesz egy kis helyzet előnyünk fölfele. Ez nem halt meg, csak szólok. Jó. Valami taktik kell, hogyha gyengék vagyunk. Figyeljetek, gyengék vagyunk, valami taktika kell. Aha, itt jó, ezt ki tudok nézni. Nem tudom átlőni, azt nem valószínű, mi? Jó, mindegy. Szóval megcsináljuk, nem gáz. Hú, ilyet még nem is láttam. Oké, viszont jók vagyunk, gyerekek. Megoldottuk. Lehet, hogy még lesznek, de viszont ez jó taktika volt. Mi? Megcsináltuk! Megcsináltuk, gyerekek, vissza a trader, azt megcsináltuk. Ne! Lockpick-kel lehetne várni, mennyi ideig tart a szétverni, bazzá. 2005-ös, hát ebben biztos valami jó cucc van. Lockpicket egyébként érdemes lenne tolni. Bazza, megcsináltuk ezt a küldetést, gyerekek. Tök jó volt. Hát ez megint beszívtuk volna, ugye, hogyha nem értelmesen oldom meg. Úgyhogy ez jó volt. Fú, ez izgi volt. Tök jó, azért izgi ez a játék. Nézzük már meg itt, mik vannak. Egy acélhammer, ugye ennek a power-et, aki 124, az enyémnek 93. Csak ezt gondolom még... Még inkább, mindjárt is próbálom. Még lassabb, mert egyébként jobb. De bazze. Nézzük. De mondjuk gondolom a statisztikáit egyszerűbb lenne megnézni. Elvileg van ott van, hogy az attack speedje 34. Ennek is attack speedje. Ja, hogy akkor ez jó? Tehát az attack speedit már nem növekszik. Mármint nem csökken, jobban mondani, azt akartam mondani. Igen, ezeket akkor már pakolom is át belé. Úgyhogy akkor az nem rossz, ez nem rossz dolog. Ez jóval jobb. A power-et, aki 140. Viszont a stamina kosztja az 40. Ennek meg 36, tehát nem sokkal rosszabb a stamina kosztja. Viszont ez azért ütősebb. Igaz, hogy csak egyes szintű, de nem rossz. Ó, ez jó, oké. Valamit haladtunk, igaz, hogy nem ez lesz a prioritás majd. Viszont legalább van egy kis üzemanyagunk. Itt ez egy lófasz. Csak hogy szépen fejezzem ki magam, akkurátusan. Ó, villámlobot, bazze. Ezt nagyon imádnám. És ez pont jókor jött, mert lehet, hogy át fogunk ugye a baseball ütő stílusra pakolni. Na! Baze. Azért most valahogy ráéreztünk. Ezekben mi van? Papír? Papír? Papír az mondjuk lehet, hogy nem rossz, mert ugye a sörét lőszert, hogyha dögével akarunk gyártani, akkor sok papír kell majd. Oké, gyerekek. Ez viszont az egész jó volt. Ez most itt szere. Jó, hát a papírt összeszerem, úgyis csak egy szlótra megy, tudod. És itt mi van ebben? Ebben mi anyag? Konkrétan egy mindent szétütni, az lenne a legnagyobb buli. Jó, hát ezt viszont meg kéne nézni. Na, srácok, azért most egész jól összejöttek a dolgok. Ugye ez a jó, hogy ennek a power-atokja csak 40, viszont ugye stamina kosztja az 15, tehát így sokat tudsz vele hadonászni. Úgyhogy az jó. Igaz, hogy csak egyes szintű, jobban örültem volna egy nagyobb szintűnek. Viszont ez jó kemény. Egy lockpicket basz... Oh, ne, azt már mondta, hogy nincsen kövem. Egyébként lehet, hogy nincs, de mondjuk mindjárt... Bazán onnan megyek követ. Ó, a pöcsöm nem sül el, várjál már.
Minden kölyön? Ne! Hallod? Nem hiszed el, bazza, hogy nincs kövér. Hát ez... Ebben mi van? Bevegyük ki azt az ásomorot, ezt leszkrepelem, komolyan mondom. Szkrep. Aztán mindjárt megjavítjuk ezt a szart. Neki nem mondjatok semmit. Nem mondjatok semmit, mekkora szíváson vagyunk. Jó, annyira nem nagy szívás. Tök jó megcsináltuk. Neki megyünk a következőnek is. Taktikusan kellene megoldani a dolgokat, várjátok erre, nyomunk egy javítást. Meg amire javítást kéne nyomnom, az lehet, hogy az a Hammer. Nem tudom, hogy mennyi durability-je van, milyen hamar megy tönkre. Jó, mert szétütöm, már érdekel, hogy mi van benne ez a nagyon... Remélem valami nagyon jó, valami weapon, egy pump action shotgun vagy valami. Aztán akkor nyerők vagyunk, mert ugye azzal lehetne írtani, azzal egy közelre bedugrantasz az arcába a csávónak, akkor azt tud fájni. Ugye van shotgununk, de csak pipe az, meg ugye minden egyes lövés után kell táraznod. Hogyha lenne egy jó shotgunom, akkor arra pakolnék. Az a baj, még nem tudok craftolni, úgyhogy ha írjátok is, hogy craftoljak, nem tudom, azt hiszem, ilyen pipe-ot tudok. De én megnézem nektek, hogyha gondoljátok azt meg, ugye. Sőt, meg is nézzük. Meg ezeket érdemes nézni. Nem ez kell nekünk, hanem elég. És... Igen. Igen, ez a Steel Club, ez lehet, hogy jó lenne. Viszont ebből meg tudok már hármasat, csak nincs Steel-em. Viszont ebből tudnék egy hármasat, ez nem lenne rossz. Shotgunból nem tudok semmit, csak pipe-ot, hallod? Ez nagy baj. Ne erről beszéltem. Viszont az izéből a steel kalapásból meg tudnék. Csak az a gond, hogy nem arra akarok pakolni, érted? Most már megint itten el. Emiatt van szétcsúszva az egész izé skill stream, ezek a perkek, mert mindenre is van pakolva. Így el kéne határoznom egy irányba magam, és akkor arra. Hogyha mirizni akarok ugye, közelharci fegyverezni, akkor mindenképpen kellene a Raider Armor. Mivel az nagyon védett, hát hogyha shotgunozni fog, akkor meg annyira nem, de egyébként akkor se árt. Hogyha nem ütnek agyon, meg ugye nem stunolnak. Hogyha full izébe vagy raiderbe, akkor 100% stun resisted van, ahogy olvastam. Azért az úgy baráti lenne. Tehát akkor nem stunolnak be, az már egy nagyon jó dolog, tehát mitől nem folyamatosan tudsz. Na bazza, mi ez? Ó, bazze. Ez pont nekem nagyon nem. De ezt le tudom adni esetleg annyi. Jó, hát ezzel nem mentünk Gebucsuba. Valahogy ki kéne jutnunk. Itt a kapcsolójuk. Ebben mi jön? Bos. Oké, nem volt annyira rossz egyébként, nem bírtam. Hol a pecsben van a robogó most? Hát úgy jöttünk ki. Ott a motorom. Jó, hát ezt majd kipróbáljuk hát mindjárt. Oké, csináljuk a küldetéseket. Lehet megpróbálok egy infektedet. Bátor leszek. Úre jól néz ki az a bázisom. Nekem nagyon bejön. Most lehet tényleg nem azért mondogatom, mert én csináltam. Hogyha akárki csinálta volna ezt a bázist ide, szerintem ha meglátnám, akkor is azt mondanám, hogy az anyád úristen. Azért te tudtál valamit, testvérem. Itt a kukoricát leszedtem, ugye? Ja, egy picit visszafogottabban kell játszani, nem úgy, mint egy bolond, mert nagyon sokszor úgy játszom, tudom. És egy kicsit ilyen koncentráltabban, fókuszáltabban, vagy hogy lehet ezt így mondani. Várj, ebben kéne dobnom izét. Tönkolást, mert volt valamennyi. Ezt beledobta, 5x3, hát mondjuk az nem erős. Hú, viszont ez a kalapács se rossz. Ez se lehet rossz. Úgyhogy jó, ja, meg az izére kell, pain tolerance-re kellene pakolnom. Nem a pocket mode. Nem gyerekek, szerintem ez az armored pocket mode, ez. Ezt elviszem, aztán jó világ. Izét akartam még megnézni nála. Nincsen. Varókészletet. Na. Hát most megpróbáljunk ezt. Vagy pedig visszamegyünk egy tírt. De az is hármas. Szóval...
Szóval annyira nem könnyűek. Figyelj, én nem tudom. Ez az Infested Cleared. Tier 4-esbe, ugye 5-öt, meg még ad egyet ráza. Megpróbálom bazzai. Kemények leszünk gyerekek, hát nem hiszem el, hát annyira nem lehet nehéz, nem? Vagy nehéz? Nagyon nehéz lesz? Azért az is lehet, hogy elmond valamit a dologról, hogy 666 méterre van. Annyi volt. Mikor így gondoltam, annyira nem lehet nehéz, és kiírta, hogy 666 méter. Jó. Megint sikerül, látom a hülyeségbe belemenni. Ki kéne pakolni dolgokat. Bocsa, ez tényleg. Ezt a bálát majd kipróbáljuk, ígérem, csak most még nem. Mi azt? Ja, ez egy ugyanilyen van. Ja, ezt meg írtátok, hogy inkább szedjem szét. Mert abból jön ugye ilyen part, armor parts. Ebben már nem fér. De jó. Jó, a maradékot meghagyjuk. Ezt meg akkor kirakjuk, mert igazából erre nincs szükségünk. Azt meg meglátjuk. Figyelj, ezt is lehet, hogy megjavítsam. Nem tudom. Nagyon... Nem tudom egyébként. Tök nem tudom, hogy mit csináljak. Mert most meg beesett például, vagy beesett, meg rá is jöttem, hogy ugye, hogy tudnék csinálni ilyen hármas ilyen kalapácsot. Ami azért elég beteg. Ütne nagyokat. De jobban tetszene egy olyan millivaper, amelyik... nem annyira eszi a staminát. Hát ez a villámlobot, ez például ez nem rossz. De mondjuk az egyes villámlobot, ez meg lehet, hogy nagyon kaki. Na gyerekek, most szurkoljatok, hogy ezt az infected questet, ezt meg tudjuk csinálni. Itt van kukorica, de nem szedem le, mert egyébként van magam bőven. Na nézzük, hogy mi lesz ez. Remélem, hogy nem valami horrorisztikus helyszín legalább. Hú gyerekek, már előre félek, hogy mi lesz itt velünk. Viszont a postaládát megnézzük. Ez mindig jó olyan. Fú, gyerekek. Ötös szintű lesz, meg plusz egy a izé miatt. Ugye, hatos szintű lesz. Már csak annyira nem lesz. Ez tök jó, ilyen körforgalom is van itt. Úgy gyerekek, ez egy ilyen baromi nagy ház. Na bazd meg! Ez biztos, aki jobban vágja a játékot, az tudja, hogy itt azért Keeper most nagyon rá fogsz cseszni. Ez az, ha hol lehet bemenni? Jó, a motort ott hagyjuk. Na gyerekek, van még medence is, lol. Azt akartam mondani, hogy átkozott mázlista vagyok, hogy így felugrottam pont. Erre meg felugrott ő is. Ott van a... Mi az? Na gyerekek, akkor álljunk neki. Mondom, álljunk neki. Megpróbáljuk okosba megcsinálni. Ezt nem hiszem, nem találtam el amúgy. Na végre. Nem akarom, hogy rám jöjjön. Úgyhogy azért lőttem le. Jó, azért az kemény hely lehet, nem gyerekek? Mi a forradsz az? És ez komolyan jó van mindegy után, amilyen gondolom. Ez az. Jó, remélem jó lesz ez a kalapács. Nos, kacok. Akkor. Készüljünk a legrosszabbra. Mindig megyünk hátra, hogyha nagyon nagy szar van. Fú, bassz meg gyerekek. Komolyan mondom, mire vállalkozik a képer. Egyből egy rari. Bassz, egyből egy rari, hallod. A legelső. Hát ez nem jó omen, nem? Az jó. Hú, csém, gyerekek, halljátok? Mi úgy rá fogunk cseszni, hogy aztán el nem tudjátok képzelni. Én már most látom. Ott egy szép. Jaj! Kellett volna lockpicket hozni, vagy valami. Jó, hát hallod, ezt hagyom ezt a széfet. Millió évig tart.
ha nagy lesz a kalamajka, akkor menekülünk. Úgyhogy ezt így képzeljétek, srácok. De lehet, hogy egyébként tizébe kéne mennem ezzel. Aztán, hogyha közel érnek, esetleg akkor állok neki ütögetni, nem? Ez lehet, hogy egy ilyen jobb. Hallod, ez mekkora cigány volt? Az meg észrevett ott. Te... Ezt akartam mondani, elvileg még mutat itt egyet. Koncentráltan kell, jó lesz ez, nem lesz gond. Csak egyre koncentráltabban, mint eddig. Az a szopás, hogy az a hülye, az ott alul észrevett minket, azt így folyamatosan hörög, nem tudom, hogy mikor jön zombi. Potyognak le, hallod, ne ezt úgy utálom. Viszont ilyen AOE ütéseket tudsz ezzel csinálni, tehát ilyen területeket, az nem egy utolsó dolog. Től a Rally-tól fosok ám, mint a szar. Viszont ez a Vapor, ez nem kis pálya. Ott van valami orvosság. Ja, meg ilyen leszakadások azok nem biztos, hogy jót tennének a közérzetemnek. Az ott például egy... Ott ki nyüglődik egy hülye zombi, és emiatt nem hallom az itt bentiek, hogy mikor támadnak. Ez akkora szar. Jó, itt nem kéne leesni. Előre látom, hogy itt szívás lenne. Ott ki nyüglődik be az a... Ezt kellett nekem azt beagrózni, komolyan. Nem volt elég bajom. Van itt egy baseball ütő, de hát ez jó kaki lehet. Fölmegyünk ezen a létrán, megnézzük. Kicsit ilyen lopakodva. Hát tudom, ez a Raider Armor, ez nem arra való, de... Hát, ha egyen később vesznek észre minket. Itt nincs senki, meg olyan jól eldugják a zombikat egyébként, így benn vannak mit tudom én, ilyen mögött. Jó, nézzük. Egyébként szerintem mehetünk visszafele, hogy itt kimenjünk, vagy merre menjünk, gyerekek? Merre lenne értelme? Szerintem esetleg mehetünk vissza, nem? Hú, gyerekek, oda leugró... Jaj, de jó, végre ide ért az a... Kinti idióta, bazza. Lemegyünk itt. Meg ezzel leszünk, hogyha nagyon ránk rontanak, akkor ezzel ritkítjuk őket. Ó, kitört az ajtót, az viszont nem rossz. Van menekülési útvonalunk. Csak. Okay.
Full parába vagyok. Nem akarok megdögleni. Egyébként, hogyha ilyen lopakodva mész, akkor jobban tudsz figyelni a lootokra is. Az is egy barátibb dolog. Egyébként nem vesztek észre. Szóval lehet ezzel taktikázni, csak az a gond, hogy ilyenkor meg már észrevesz a következő. Ugye ott fog jönni. Á, azt hittem, ami jó. Erre meg trash. Jó, most kilutoljuk ezt a konyhát, azt menjünk tovább. Jó, mondtátok, hogy ha szétszedem a mélyhűtőt, akkor lehet belőle szereznem ógolyót. Úgyhogy thank you very much az ilyen tippekért. Tényleg, körülbelül majd. Majd minden, amit használok, azt tanulom tőletek folyamat. Mert oké, hogy nagyon régóta játszottam, de 1 millió verzió, meg még ráadásul rohadtul feledékeny is tudok lenni. Szóval ezt, hogyha szétszedném, akkor jönne... nem szedem szét. Uh-huh. Jó, van ilyen kukac egy snake bónuszt is. Okosan meg lehet ezt szerintem csinálni. Yeah. Tű! Varrókészlet nincs. Bazzi, mennyi van? Mennyi van még? Le kell menni pincébe, jó van. Itt biztos... Ah, oda nézzél, tesó. Hallod? Ez nagyon cigány dolog volt megint. Ott a Radi! Az a mumusom, basszus! Viszont egyen jobban érzem az egészet most, vagy így... kellemesebb. Megint egy kinti zombi szerintem nyuglődik, de egyébként az edek... így bevárjad a fej... Mi a fasz? Kettő Rali, honnan hallod? Szerencs, hogy felugrottam, öcsém. Mi van? Három Rali. Sikittós Rali, olyan van. Gyerekek, sikítos Radi! Azért ezek bírják be az... Ne! Hát az anyját a picsája! Az a szerencse, hogy ide felugrottam, gyerekek! Fogyott a lőszerem. Mi a faszom van itt, hallod?
Te mit csinálok most? Mi az a sok zombi? Ott ki van egy valag zombi gyerekek. Mi a fa? Mi a? Nagy szerencse, hogy ide följöttünk, gyerekek. Úrre, mekkora mák. Ne fogy a stabilán, kéne ennünk, innunk ilyesmi. Úgy gyerekek, csak kire verjék alattam. Bazza, nincs staminám. Na bazzák! Kéne ennem egyet, csak nem időm nincs semmire. Üssé már! Nincs sztaminája ennek a kotlának, bazze. Pont akkor éhezik meg, amikor 10 radi zombi rám jön, bazze. Mi a fecsöm van itt? Ne haragudjatok, de ez nekem néha egy kicsit sok. Ezek ilyen 2000 ütést kibírnak, tök jó. Jaj, de jó, hogy területi tűt ez a szar. A síkítós radikat vonz. Ezek lehet, hogy nem is a questhez tartoznak, gyerekek. Nem merek levenni. Ilyen nagy darab állatot nem is. Még 3 darab, figyeld, él. Ezek föl se veszik, hallod? Jobb gombosat. Powerat akkor tráverek, hallod? Észre se veszi. Pedig fejre. Hát átkozott bázista vagyok, hogy ide följöttem. Végre. Lepiszkáltam egy kicsit. Még mindig van 2, itt elcseszem az időt. De... Gyerekek, ez... Nem, már jött még egy ember, nem hiszem el már. Nem, ennek meg volt. Szintet léptünk. De ez meg ráadásul ilyen radi, meg még ez a nagy darab állatok. Hát ezek mennyi XP-t adnak majd? 2000. Egyik megvan. Szerintem nincs meg. Ja, ilyenkor nehéz eltalálni, hogy most akkor ennek a 2000-ét írta föl. Vagy pedig, hát jó, bazze. Még szerencse, hogy... Szerencse, hogy ez jó sokáig el vagyok. Még halt már? Gyere már föl, bazze, mert... Nem nagyon merek kekeckedni vele, mert ugye ezek futnak. Hallod? Most őszintén, hány darab hitet kell ráütni? Tudom, hogy nem fejre megy az összes neki, mert nem tudom eltalálni, de akkor is ez egy kicsit erős, nem? Végre megvolt. Na, azért a rohadt 10-ért akartam már menni. De tök jó. És még mindig nincsen meg. Ó, üzemanyag. Ja, itt kéne végig menni a hülyének. Aztán akkor nem esne le. Jó. Hát ja. De megérte, úgy látom. Van lőszerünk, ezt be is tárazom, mert az előbb elfogyott. Itt, lehet, hogy innen jöttek ki, vagy honnan jöttek ki? Erre kell elvileg tovább menni. Ne. Az a kutya már megint, te fiú. Hát a pöcsöm nem robbanik el komolyan. Ja, ide le kell menni, de itt már megint topzódik valaki fönt ott. Jó, mindegy. Ide ki... Lehet, hogy innen jöttek föl a radig?
Mondjátok, hogy innen azt, akkor meg vagyok nyugodva. Az mekkora cool lenne. Úristen, mi az ilyen bunker? Ó, fasz. Picsába. De jó lenne innen jött. Ja, nem innen jött. Kurva. Tökömet ijesztegetitek, bazza. Na itt aztán lesznek annyi, mint a nyüveg mindjárt megint. Rogadjál meg! Nem vagyok én ehhez hozzászokva, hallod? Jaj, ne! Itt egy lyuk! Mármint itt a falba, ezt figyeld! Ja, semmi jó van, oké, nem szóltam. Ó, ott van egy izé, rejtett loot. Zarovaló, ezt le is scrappelem a francba. Ja, de legalább nem haltunk eddig meg, kopogjuk le. És komolyan lekopogtam, pedig én nem szoktam ezzel így élni. Jó, igazából akkor ennyi, ja meg még bal oldalra még van. Jó, no problémo. Ezt betárazzuk, mert azért, hogyha nagyon hirtelen történnek az események, akkor azért lehet... Ő, te fiú! Csapdaszagot érzek meg én. Mi lesz itt, Benya? Hűi! More! Itt aztán jöttek a jó cuccok. Figyelj, itt. Gyerekek, hát én már megint be vagyok szarva. Veszünk egy ilyet, meg nem tudom, kajám volt-e jobb fajta? Nincs már. Elfogyott a finom kaja? Delipeti. Ez volt Delipeti. Hörbi. Gyerekek, itt olyan szinten szopatás lesz. Ó, hogy rohagy meg, már előre látom, de mindegy. Itt például biztos, hogy van benne egy. Fuck yeah! Azért ez jó volt. Nem mondhatjátok. Ott volt egy kincses térkép, dikasz. Jó volt, ezt majd később. Ó, itt van valami. Újra kell menni. Itt már nem jön senki? Itt ki lehet nyitni. Áj, megvan gyerekek, ez a küldetés. Ez is megvan. Kettőt megcsináltunk. Egyébként nagyon sokat számít, hogy figyelsz. Most ez halál komolyan, ez annyira klisés, meg nem tudom. Biztos, hogy rögtök rajtam, hogy alapvető, hogy kéne figyelni, de nagyon sokat számít, hogy nem rohadsz be. Ja, szarra vagyunk terhelve, viszont kaptunk mindent is. Ó, bassz meg, mi volt ez, hallod? Ti is összeszartátok magatokat? Megláttátok? Ó, betyár, úristen, itt hát már mennyien vannak itt. Jó. Már nem fér el. Kő megy. Ilyen scrappy. 6 darab fa megy. Lőszer, valami jó fegyvert adjál már komolyan. Viszont ott volt egy távcsőmód. Azt mire lehet rakni a távcsőmódot? Pisztolyra nem. Jó, hogy nem sörétesre rakok, mi? Kalapácsra, bazze. Kalapácsra távcsőmód. Jaj, ne, ott verhetek ki egy ilyen izajt. Ilyen dobozt.
5000-es. Itt ebben legyen jó, legyen valami... rakétavető alkatrészek, dikaz. Jó, hát ezt kiverem már, egyszer eljöttünk eddig. Mennyi pénzünk van? Azt is, még csak 3600, egy 1000-est ad ezérte. Hát, jó lenne a 6000-et összeszedni a mai nap. 12-53, jó, 6000-et megpróbálunk összeszedni, gyerekek. Lehet, hogy ezt a kincskeresé, vagy ezt a izét, ezt be kéne vállalnom egyébként. Mert ebből lehet, hogy lenne jó pénz. Úgyhogy valószínű, hogy ezt meg fogjuk csinálni, pont beszkrepeltem a lásomat. De annyi baj legyen. Ja, azt megcsináljuk, gyerekek. Egy rohadt izé nálam lenne, mi az, lockpick, akkor nem kellene itt ezt koválnom. A lockpicking ugye. Mondjuk skillre nem is raksz, de legalább akkor nem kell koválnod, hanem akkor ugye kinyitja még, ha hosszabb ideig is tart. Jó, de megcsináltuk, gyerekek, én örülök neki. Hatékonyabbak vagyunk, és igazából nem sok minden változott, gyakorlatilag semmi. Csak annyi, hogy összeszedettebbek vagyunk. Hát mondjuk ezt a 6 darab rallyt, ezt bekaptuk volna ugye ott. Tudjátok, amikor felmásztam ott a garázsba, akkor lehet, hogy döglöttünk volna. Jó van, frankó, hát ez kicsit lassan megy. Csapjad már, mazzel, nagyon sokáig tart. Skill pontunk, mennyi van? Pillanat. Egy darab. De úgyis be kell reszetelni. Ja, bereszeteljük és azt átgondoljuk. Lehet, hogy úgy kellene csinálni, hogy meghagyom a rész végére, megpróbáljuk a resetet. És akkor írtok. Ó, még egy kincses térkép, és itt van 6 lockpick. Ez viszont jó dolog. Szerintem, hogy mi az, amit kidobjak, mert igazából ez csak ez a hús. Meg ezt is leszkrepelhetném. Jó, egy kukoricamag se kell. Meg ezt is leszkrepeljük, mert nem kell nekem, és akkor ennyit felvettünk. Franco, akkor igazából túl is vagyunk ezen a eseményen. A motorba is bepakolhatnék. Ja, itt is volt kutya. Ja, nem tudja lerakni. Jó van, oké, semmi gond. Motorunk elől hagytuk, ugye. És akkor ezt a két kincses térképet lehet, hogy meg kéne csinálni, azon a gyalog. Ki ez a sok menjünk innen, faszod. Jó. Nem is kellett befakolni a motorba, mert úgyis motorral megyünk. Ó, jó. Kicsit ide is stresszes vagyok ám. Főleg az előző két részben, ugye mind a kettőben sikerült meghalnunk. Aztán már tényleg ilyen, az embernek nincs sikerélménye, ilyen tök bénának érzi magát. Aztán most így, hogy összeszedettebbek vagyunk, így egész jó. Egész kellemes. Hát rengeteg múlik azon, hogy figyelsz vagy nem figyelsz. Bármennyire is klisés meg szomorú, de ez így van. Ja, azt hittem postalára. Ja, itt egy postalára, úgyhogy pont jó, hogy megálltunk. Itt annyi ízé van, ilyen farm ház, ahol ilyen kukoricát termesztenek meg mi egymást. Ez nagyon durva. Jó, megyünk a traderhez, be is fogok hajtani, és áthajtunk rajt, és akkor utána lepakolunk. Aztán akkor ez így jó. A kettő kincses térképet valószínű, hogy meg fogom keresni. Abból bőven meg lesz a 6000 pénz, általában tök sok pénz van benne. És akkor tudunk resetelni, jaj de jó. Komolyan, én azt, annak nagyon örülök. Marja? 11! Hát elmész te a pics... Ne... Abba... Nagyjál valami ember! Mi ez? Automata weapon, vagy pedig ez? Hát, fogalmam sincs, emberek. 3000 üzét adott? Ez a küldetés. Ja, nincsen semmi, bárja, akkor lehet, hogy annyit kéne csinálni. Egy inventory-ba, ami nagyon nem kell nekem. Mi az, ami nem kell? Hát... Ez mire rakja?
Klubokra lehet, jó van, akkor azt nem dobjuk el. De mit adjak el, ez micsoda? Erőt növel egyel, de hogyha maxon van, akkor gondolom, akkor már semmi értelme nincsen. Legalábbis én így tudnám értelmezni. Mert akkor már nem unlockolsz dolgokat vele. Jó van. Figyeljetek, legyen ez az automata fegyveres, fogalmam sincs, hogy miért. És akkor most kellene nekünk, meg is tudjuk venni, hol van? Annyi pénzünk, 6000. Hát egy picit sajnálom rá. Oké, és akkor ezzel be tudjuk resetelni akkor a skillünket. És akkor megvesszük. Jó, egyelőre viszont nem reseteljük, hanem azt csináljuk, nem is veszek fel küldetést, hanem kipakolunk, és akkor ezt a kettő darab valamit azt azért kifogom én ásni. Ezt akkor megcsináljuk azt a két kincskeresést. Csak itt gyors kiszórom a dolgokat. Ez egyébként olyan gáz, hogy ilyen magasra kell. Hát jó, várjátok. Annyit kellene kitalálni, hogy majd ezt a szénabálát. Ez működhet-e nekünk olyan szinten, hogy tényleg nem sebződünk. Az mindent is kirakunk. Itt ez a 25 benzin, nem azzal fogjuk megváltani a világot, de legalább, és ez, itt van ez a jövő. Cuculé-mulculé. Ez viszem magammal, már csak azért, meg visszük ezt a 6. A lockpick az pont jó lesz, mert azt hiszem ott is szét kell verni. Jó, ez meg így nem kell. Meg igazából ez se kell, meg ez se kell. Meg igazából ennyi elég lesz ebből a lőszerből. Reméljük, hogy 300 elég lesz. Oké, és kacok, meg is vagyunk, akkor ezt meg kéne. Olvasgatni, elvalljuk, és akkor meg is jelölte, oké. Okay. A másikat majd akkor utána, jó srácok? Treasure map, 900 méterre, fú gyerekek, üzemanyag problémáink lesznek. Úgyhogy nem tudom, hogy itt mi lesz, lehet, hogy beceklébe megyünk. Az lesz a gond, hogy ez az üzemanyag ki fog fogyni, és akkor ott rohadunk meg. És akkor gyalogolhatok, akkor inkább bemegyek biciklivel. Úgyhogy majd üzemanyagot kell szereznem. Még jó, hogy van bringa. Egyébként nem lassabb, szerintem. Nem annyi, hogy több cucc fér bele, meg ugye a staminád nem fogy tőle. Mármint a motor kerékpár az annyiba jobb. Oké, ezt megcsináljuk. Nem tudom, eldroppoz valahol esette. Lehet, hogy azt még meg kéne nézni, és akkor azt is összekapni. Itt még vannak? Ó, itt van egy izé, itt van egy benzinkút, úgyhogy ezt lehet, hogy gyors kilutolom. Meg hát az autókból szerezhettem volna. De elég vicc egyébként, hogy ilyen a benzinkúta nem tud tolni be ezek. De szar. Igen, hát itt meg küldetés is van, gondolom ide. Úristen, micsoda nagy ízű gyárak vannak itt. Jó. Jó, ez a terv, gyerekek. Aztán azt a pénzt akkor lehet, hogy ezt fogjuk csinálni, hogy akkor elkezdünk gyűjtögetni kicsit komolyabban. És akkor nem tudom, hogy talán tudunk venni valami komolyabb dolgot. Nem is tudom ki, valaki írta. Valaki írta egyébként, hogy a fegyverkereskedő, ahol van. Ó, hogy rohagy meg, várja. Out of stamina! A fegyverkereskedőnél lehet, hogy találnék jó fegyvereket, ugye ahol voltunk ezelőtt a havas területen. Úgyhogy az elképzelhető, hogy arra vissza kellene nézni. Meg akkor kellene azt csinálni, hogy lehet olyan skillre kéne rakni, ugye, hogy a kereskedőnél több cuccok legyenek. Hát majd egy kicsit itt átgondoljuk itt a dolgokat amúgy is. Például most egyelőre nem nagyon fogok építkezni, de ilyet nem fogok rakni a mining skillekre semmiképpen. Tehát ilyen ez teljesen fölösleges bányász skillekre pakolnom, ha úgyse fogok építkezni, mert ugye ez meg van most csinálva. Arra esetleg majd később ráérek. Fontos volt eddig, mert elég
Elég sokat építkeztünk, de most, hogyha beresztetelem, akkor nem lesz rá szükség. Ezt még soha nem csináltam, hogy így beresztetelem. Nem is voltam benne biztos, hogy mindent beresztetel, vagy pedig annyi, hogy a egy darab skillt tudsz kiválasztani, de írt a norvég, hogy mindent be fog resztetelni. Ez milyen épület ott is, passzus? Tök, mi a francok vannak itt? Na, 40 méter. Mi az? Valami nagy kúria? Oké, szuper. Na nézzük. Kellett craftolni, ugye? Szóval nevezik? Ja, nem dupla véve, hülye voltam. Oké, mi kell hozzá nekünk? Fa, kő, úgyhogy most gyűjtögethetek. Kühjecske. Mert voltam olyan hülye, de egyébként, hogyha ezt beszkrepelném, de nem szkrepelem be már. Ez elég vicces lenne, hogy azért beszkrepelem, hogy tudjak csinálni egy darab. Vaj, ilyenkor egyébként miért nem jelölöm meg? Ez tök jó ez a track dolog. Mert akkor pontosan tudod, hogy mire van még szükséged. Nem kell folyamatosan nézegetned, meg számolgatnod, ugye. Például most 3 darab kő, aztán meg is vagyunk. Oké, meg vagyunk. Ugye ilyenkor vissza kell léptetni egy szintet. Mert különben nagyon nem fogjuk tudni megcsinálni. Oké. Hát ezt valószínű, hogy nem fogom használni azt az egyes szintűt. Az igen, köszönöm szépen, hogy a fejbe vertél. Oké, na, állhatunk neki a munkának. Tojást azt soha nem gyűjtöm, lol, pedig azt lehet, hogy jó lenne. Na. Mit akartam? Én akartam inni egy kávét. Aztán akkor már nyomjuk is neki az ipart. De ez jó nagy kör. Ez is szűkülni fog, remélem. Meg lehet, hogy itt is jönnek zombik, vagy itt nem jönnek? A lockpicket ezt magamnál hagytam, magamnál, hál' Isten. Nem voltam olyan hülye, hogy kidobjam. Meg még clayt is gyűjtünk. Jaj, micsoda jó! És azt mondom, ilyenkor a zombik nem jönnek, ugye? Nem. Itt akkor az frankó. Szerintem itt az tök jó dolog, hogyha azt csinálod, ugye, hogy leásol teljesen, és akkor elkezdesz körbe-körbe ásni, nem? Van egy olyan érzésem, hogy talán az egy hatékony dolog. De jó lenne, ha megtalálnám valami jó csoda dolgot. Itt ilyen fegyver meg ilyen az általában nincsen, nem? Csak pénz szokott lenni. Gondolom, hát mondjuk meg kell nézni, hogy mennyire beleszűkül a kör, mert itt társak körbe-körbe. Azt lehet, hogy rossz van, akkor az nem vidám dolog megint. Szerintem valami támadásba indul, illetve. Hú, de rohadt nagy kör ez, bazze. Hát ez nem olyan, mint a kincskeresős küldi. Itt sokkal nagyobb a kör. Na jó, mindegy, ásunk arra, aztán valami lesz. Legalább lesz egy kis clay, semmi probléma. Főhoztunk egy piramist már, úristen, egyébként 40 balány a szintűek vagyunk, mennyi? 47. Azért az elég durva, nem? Ahhoz képest, hogy gyakorlatilag nincsen semmink. Mármint nincsenek normális fegyvereink, nincsen normális armorom. Jennynél biztos lenne egyébként olyan barókészlet. De hát már annyira nincs, nem lenne kedvem oda elmenni. Gyerekek, valahol legyen meg! Már az a csoda dolog. Ó. Szerintem még arra. Jó, hát figyelj, gyűjtünk egy csomó clayt, ne viccelj. Itt van a széle, meg itt van a széle. Akkor már onnan kifele már nem lehet, akkor csak erre. Jó kis föld alatti bázis, mi? Miket létrehoztunk? Nem voltak azok olyan szarok, hogyha irányítva vannak a zombik ugyanúgy.
Tök jó, mert ugye ott is ugye élvényesül az a 30 blokk mélységben vagy, akkor nem visznek észre, szóval nem rossz dolog az. Tudjátok, milyen sorozat lenne tök jó? Akik ilyen nagyon veterán játékosok, azoknak így bemutatni a bázisát, vagy valami hasonló. Azt szerintem tök adná. Mert azért vannak ám egy-kettő nagyon durva, például múltkor küldött, Norvég küldött screenshotot, hogy milyen bázisa van, őnek is torony, és tök nem is beszéltük meg. Ott van egy nyiladék, nem ott van? Végre! És zárva van, és ezért jó a lockpicket mindig magadnál tartani, mert nem kell itten koválni, érted, egy csomó ideig. Még hogyha nincs rajta skilled, akkor is ki tudja nyitni. Ja, bazd, de nem. Aha, elrontja. Elronthatja. De akkor is jó így. Hát itt bazd meg, nincsen semmi gyerekek. Ezzel nem megyünk el bucsukba. Fú, én azt hittem, hogy itt mindig ilyen tök jó cuccok szoknak lenni, de hát azok szerint rohadtul no. Meg még ráadásul ki sem tudok menni. Ó, te fiú. Hát ez most nagyon nem vagyok boldog. Lett egy csomó kléjünk, annyit elértünk vele. Ugye megtanuljuk a másikat is, hogy elolvassuk. Csak ki kéne menni valahogyan itt. Szöme álljon, meg bástam mindenhova. Na, úgy, végre. Szuper. Igen, mit akartunk? Hol a motorom? És vagy a biciklem? És meg kell ezt is nyitni. Hát én azt hittem, hogy ezek jó cuccok szoktak lenni, de rohadtul nem úgy látszik. Treasure map 1 kilométerre arra. Hát jó van, nincs semmi gond ezzel. Valamennyit nyerünk rajt. Sokat nem is. Ugye gondolom bemákolhatsz azért egy ilyen nagyon jó útot is. Meg egy kicsit legalább földerítjük még a környéket is. Ja, hát az autókból tudtam volna egyébként üzemanyagot szerezni, ugye voltam biciklivel jöttem, de hát nem lassabb, csak tényleg annyi probléma van vele, hogy sztaminád el tud fogyni. A motornál meg nem. Ja, meg azt mondtátok, hogy a rendőrautókat érdemes lutolgatni. Úgyhogy lehet, hogy a városon keresztül majd valahogy úgy kéne menni, hogy rendőrautókat keresni. Mondtátok, hogy abban vannak jó dolgok. Csak azok általában be vannak zárva, jól emlékszem, hogy azt mondtátok. Meg valami olyat is írt valaki, hogy riasztó van bennük, és tud történni emiatt olyan, hogy megszólal és csomó zombit oda vonz. Vagy le is van szkriptelve, hogy konkrétan kinyitod, van valami ilyesmi. Hello mami, kaktusz neuleges, fáj. A járműveket meg teljesen leamortizálom, ez meg valami gyár épületé. Vistoron. Valami TSC, vagy nem tudom mi ez. Jó, hát ezt még kiásom, aztán a városon keresztül megyünk tényleg. Mi ez? Hogy mi ez? Fa? Fatároló? Az ilyen izé? Fűrésztelep? Lehet, hogy fűrésztelep. Valami olyasmi. Hát itt a környéket ezt megismerjük rendesen, az tök jó. Jó, ott meg van valami. Napot! Egyébként az mekkora szerencsétlenség lenne, hogy valami hatos nehézségű épület alá rakná be, nem? Ez úgy kellemetlen lenne, és ez lehet, hogy meg is történt most. Nem. De ez mi ez? Valami bázis? Itt valaki így eltorlaszolta ezt. Ez valami túlélők akarnak itt túlélni. Valami ki nem emlékszik a nézők közül egy olyanról, hogy túlélők földje. Ami ilyen levélben játszható szerepjáték. Erről lehet, hogy egyszer már beszéltem valami hasonlóról. De szerintem nagyon kevesen emlékeznek rá. Ez tök érdekes volt, hogy olyan játék volt, még mielőtt ugye nem volt. Tudjátok, mi az a szerepjáték? Az RPG. Ugye annak az őse az az asztalnál játszható szerepjáték, amit gyakorlatilag úgy játszanak, hogy van egy mesélő, aki kitalál egy sztorit. És ugye minden esemény az gyakorlatilag csak a fantáziádba zajlódik. Tehát így beszéltek róla, meg igazából vannak szabályok, tehát a sebzés, az meg ilyenek, azok úgy tevődnek össze. Hogy azokat mit tudom, dobókockával ki kell dobni, ki kell számolni, hogy mennyi a te defed,
mármint védelmed, és akkor mennyi a támadó értéke annak, akkor ugye esélyek vannak, meg mit tudom én, hogy ugyanúgy, mint egy ilyen játékban, amivel itt játszunk, ugyanúgy van esélye ugye a stunnak. Ugye csak itt a háttérbe számolja folyamatosan a számítógép ugye, meg a játék engine, de hogyha egy olyan játszasz, ugye egy ilyen asztalnál üldögélős szerepjátékkal, akkor az ugye nektek kell kiszámolni. Szóval ez egy elég érdekes dolog. Mit tudom én most, hogyha ez a játék, mondjuk a Seven Days to Die, ez egy olyan játék lenne, akkor mondjuk lenne a mesélő, és akkor mondaná, hogy kiértél egy sivatagos részre, és elkezdesz ásni. És akkor mit tudom én, így bedobja, vannak ilyen random eventek, hogy egy zombi tart feléd. Mit teszel, és akkor el kell döntened, mit teszel, és akkor mit tudom én, harcba szállsz vele, akkor ki kell számolni, hogy mennyi esélyed van, milyen találatokra, zombinak mennyi esélye van, milyen találatokra, és akkor ezt ráadásul így idézőjelesen multiplayerbe szokták ugye játszani, hogy mit tudom, többen, és akkor ugye ez onnan ered ez a körökre osztott dolog, hogy ugye mindenkinek ki kellett számolnia a különböző esélyeit a külön harcokba, vagy bárhol, vagy akár egy ládanyításnál, vagy minden, bárhol, minden, tényleg minden eseménynél, és akkor ugye ez sorba zajlott, tehát ez nem egyszerre történt nyilván, mert akkor elég kaotikus lett volna, és hanem sorba mindenkinél. És na igen, és akkor volt egy, ugye ez volt a számítógépes játékoknak az elődje konkrétan, főleg ugye az RPG-knek. És ugye ez volt olyan, hogy levélbe lehetett játszani, volt egy ilyen központi számítógép, hát akkor talán egy ilyen 486-os kategória lehetett, mert kb. Ez akkori időkben való. És úgy működött, hogy te megadtad, hogy milyen parancsokat szeretnél adni, mitől merre szeretnél menni, kivel szeretnél harcolni, meg mi ilyesmi. És akkor ugye több ezer ember ezt megtette, elküldte postán, és akkor ezek alapján minden egyiknek sorba betáplálták a lépéseit, vagyis amit akart csinálni. Szerintem megtaláltuk, nem? Nem? Gyerekek, merre van? Már komolyan mondom, ez az ásás, ez egy őrület. Ó, még arra lehet. Na, és akkor ugye tényleg mindenkinek sorba. Ugye elszét körökre osztott. És a gép kidobta, hogy mi történt veled. Volt egy ilyen szinte, majdnem egy ilyen füzet, vagy ilyen könyvszerű leírás. És akkor ugye azt te megkaptad postán, és akkor el tudtad olvasni, kikkel találkoztál, hogy sikerültek a harcok, meg ilyesmi, nagyon érdekes dolog volt. Gyerekek, ezeket, ennek mennyi darabja? Mondjuk ez jó, ez elég jó pénz. De annyira nem nagy biznisz ez, srácok. Megnézem ezt a rendőrautó dolgot, rohadtul kíváncsi vagyok rá. Hol van a bicikli? Elmegyünk a izé fele. Elmegyünk a városon keresztül. Mindenképpen ugye vissza kéne jutni, annyi, hogy nézzük meg a mapot, ezt össze-vissza jártuk. Itt volt egy folyó, ide egy quick waypointot rakok, és volt rajta egy híd, azon ezelőtt is láttam rendőrautót, nem tudom mennyire random. Mi a szar van ott? Ott is van valami tök nagy városszerű valami, figyeld. Mi a fasz? Most mi van, hülye vagyok? Itt van még egy város? De ezt láttam ezelőtt? Ja, láttam, igen, hülye, tényleg hülye vagyok. Ezt láttam múltkor is, azt nem láttam szerintem ott. Ez viszont láttam, de durva. Bazza, miért ilyen sűrűen vannak városok? Én nem állítottam semmilyen extrát, hogy mit tudom én. Minden domb mögött legyen egy város, viszont olyan jól néz ki az a torony, hogy ott látszik a távolba. Jaj, de imádom. Ott van a tornyunk, látjátok? Meg van egy kutya, vagy valami. A kutyára szükségünk van, mert ugye vagy romlott húst tudok rakni a kajámba. Ugye csinálunk most ilyen speckó kaját, vagy pedig... Hogy is hívják ott? Nem romlott húst, hanem ilyen rendes húst. Nyers húst. Nyers húsit. Na, itt végig gyorsan végigballagunk. Na, gyerekek, akkor annyi lesz, hogy a legvégén ennek a gameplaynek pereszetelem én a skill pontokat. Megnézzük, hogy mennyi lesz. És akkor átnézzük.
Éhesen vagyunk, és akkor megírjátok, hogy szerintetek mire kellene pakolni, mennyit, mit maxoljunk ki, mit ne, és akkor ez így lesz. Viszont egyébként most elbizonytalanodtam, mert ez a Hummer az nem rossz. Azt hittem, hogy az acél Hummer is több, lassabban üt, mert az autospeedje még lassabb lesz, de nem lassabb, hanem ugyanolyan. Ami az egész baráti azért. Ne babáim, meggyűjtünk. Rendőr autókat látunk, akkor azokat ki fogjuk lutolni, most tényleg megpróbálom. Ó, hát ez rohadtul nem lehet átmenni a folyón. De ott van, nézd oda, van ott egy sátor valaki a víz tetején. Egyébként azt írtátok, hogy már tudnak úszni a zombik, abban nem is gondolkodjak, hogy én ilyen helyen akarok letelepedni. Régen ugye nem tudtak úszni. Azt okosan, hogyha ügyes volt, akkor meg tudtad csinálni, hogy bementek alá. Oda nézzetek, ott volt egy ilyen szék is, nagyon vicces. Ja, viszont meg kipróbálhatnánk azt, hogy szalmabálára ugrok. Akkor mi fog történni? Viszont ott van egy ilyen dobozlól. Hát ezt lehet, hogy megnézem, hát ez milyen fajta. Sőt, egy csomó minden van ott. Ez tök jó. És ez szerintem egyébként ezen a ugye mondom, ezeken a marzagokon támaszkodik, ezt úgy oldották meg a készítői. Figyeljetek meg. Aha, ez egy ezres. Ezek a marzagok fel vannak húzva, és konkrétan ezeken támaszkodik. De itt ezt nem is tudok kiugrani? Hát ez úgy jobbul itt. Jó, ott a létre. Ó, de hülye vagy. De menjünk már. Nincs ez staminám egyébként, azért szerencsétlenkedek, bocs ez. De így... Nincs staminát konkrétan, nem is akar úszni, nemhogy lassan, hanem abszolút nem. Murky Water, mindig jó. A tentet át lehet kutatni, de lol. Scrap. Azért adhatna már jobb lootokat, nem? Nem tudom, hogy ne egy csont legyen bazza a lootom. Erre adhatna egy küldetést, ez egy ilyen tier 1-es küldetés. És egy darab zombi lenne rajta. Na, jó, megyünk vissza. Aztán tényleg végig megyünk a városon, látunk rendőrautót, azt gyors kipucoljuk. Sajnos. Rohadt sok izét zabálunk, staminát. Mi a meg a izé, mondtátok, hogyha ezt milit akarok csinálni, akkor mindenképp pain tolerance-ra rakjak. Úgyhogy van egy-két dolog, amivel azért kellene majd foglalkozni. Hú, gyerekek, de nincs ez staminánkban, ez a biciklizés, ez egy őrítő dolog. Na hát, megyek egy kört a városba, annyit megcsinálok. Tényleg nem sokat, nem kell aggódni. Aztán látunk rendőrkocsit, akkor annyi, hogy ezt kirámoljuk. Legalábbis megpróbáljuk. Szóljatok, látok rendőrautó, kábáljatok-e? Busz az van. Kettő is. Hát mentem a hóna alatt a csávónak-e. Azt hittem, hogy neki megyünk valaminek, azért fékeztem egy olyat. Kontráztam egyet. Ez mi ez? Ez egy börtön? Vagy mi a pacsom? Mennyi kukorica? Nem látok egy büdös rendőrautót egyébként. Mindig látok rendőrautót, most nem látok rendőrautót. Zip Café. Ezek ilyen egyes szintűek. Ez olyan Tower. Mondjuk ezt így érdekes lenne. Hányas? Tír hányas? Hű, bazze. 2, 4, 6. Az ugye ez elég aranyos. Biciklit meg lepatkáztam egy picit. Jó, hát úgy látom, hogy nincs egy büdös rendőrkocsi. Gyerekek, itt rendesen belagolt. Ott ment egy nagy kutya. Itt egy rendőrautó. Na, erre kíváncsi leszek. Hogy ez hogy működik. Lehet, hogy rámaltunk erre. Mert ez elvileg zárva van. Ó, hogy rohagy meg. Ez elvileg zárva van, és azt mondtátok, hogy riasztó is be fog indulni. Hogyha én itt nyektetem. De mondtátok, hogy lehet ebben jó cucc, ebben lehet vépön is. Ez a kutya azért nem mondott, bazd meg. És ezt így ki lehet nyitni?
Elment az összes lockpikem rá. Megpróbáljuk. Azt a betyár, hallod? Azért ez egy kicsit erős. Ezek honnan jöttek el, hogy ezek le voltak scriptelve tényleg, vagy nem? Hú, ez nagyon komoly. Ez tök jó, hogy mondtátok, köszönöm. Ilyenkor nem látod, hogy fölüli az XP-t, tehát na... mi van? Hát még a végén itt döglök meg. Gyárekek, az ez... azért rendesen beakadt, vagy nem is tudom. Ez nagyon-nagyon nagy, nagyon érdekes, meg tök jó meg van csinálva. Várjál már. Láttam, igen, itt a rugrat előttem el. Meg is volt. Jó, megcsináltuk. Megnézzük, mi van benne. Ez tök jó, hogy ilyen van ilyen nehezítés rajt. Ezt, hogyha nem mondjátok, és így meglepődtem volna, akkor lehet, hogy itt meghalok instant. Jamet. És még mindig zárva van, bazd meg. Itt kell szarakodni vele. Ha, ja, hogy ezt így meg is lehetett volna állítani. Ja, ebben vannak jó dolgok, dikaz. Ezeket érdemes lenne farmolni. Gyorsan, még elmegyek azon az, ezen az úton. Még gondolom a rendőrség is egy ekkora városba. Ez azért érdekes, na. Itt is egy rendőrautó. Ez tök jó. A gyerekek, ez rohadt jó. Ez nekem nagyon bejövős. Azt gondolkozok, hogy hol tudnék menekülni, vagy mit tudnék csinálni, hogyha nagyon sokan jönnek. De hát annyira nagy probléma csak nem lesz. Jó, ezt betárasztuk, ezt a szét leverjük megint erről. Ez az építkezés az tök jó. Jaj, annyira jó ízék vannak itt épületek. Na gyerekek, készüljetek, már megint jönnek 86-an. Várja? Ígyunk egy kávét. Csak azért zabálom a kávét, vagy iszom ám, mert nyomja a staminát agyba főbe. Na, hát ezt nem akartam. Na, és ez szará van scriptelve egyébként. Ezek konkrétan... ezek nem beteremnek. Ugye ezek nem beteremnek, hanem ezeket leszpawnolja a játék egy instant. Bassza, ez nagyon adja. Bassza, mi tanult be ennyire? Nehogy már, bassza, valami olyat rám vert. A kurva madár! Ez egy veszélyes móka, gyerekek, itt a csinálom a... mi a fo... az anyád úristen, te! Hallod, minden bajom van. Hú, ez nem beszélytelen. Be van üdve fejem, minden bajom van, bazza. Azt painkillerre tudnám, ugye? Nincs painkillerem. Jó, nem baj. Jó, szerintem megvolt. Azt a betyár. Ja, hát ez nem beszélytelen, gyerekek. A jó kis lootért meg kell szenvedni. De különben vicces, meg tök jól meg van csinálva. Ez egy jó feature. Na, nézzük. Valami jó legyen benne, bazza, valami jó. Ez mi? Mineral water, bazza, ilyet még nem is láttam egy sem. Komolyan mondom. Na jó van. Deli Peti. Ja, ez a rendőrautó kilutolások, ezek tök jók. Meg egy ilyen nagyvárosban valószínűleg van egy csomó. De most már megyek. Nem kéne meghalnunk. Be van üdve fejünk meg minden, meg éhesek is vagyunk. Viszont jó. Egyébként tök jó. Jó vagyunk. Franco, még be tudunk menni a traderhez, és akkor bereszeteljük amúgy is mindenképp a jó kis
skillpontjainkat, aztán egy kicsit el is kurálunk esetleg róla, hogy mit kellene, hogyan kellene. Nem még az sem biztos, hanem lehet, hogy megvárom, hogy mit írtok tényleg spontán. Nem akarnak befolyásolni benneteket. Hanem arra lennék kíváncsi, hogy ezt is kipucoltuk be az a tök jó voltunk itt is. Tényleg ez nem rajkodás, hogy jaj, de jó voltunk, hanem az öröm. Az öröm percei ezek, amikor erről beszélek. Hopp. Ja, hát ez mondjuk nem érdemes megtanulni. De sokat nem is ad érte a trader, szóval nem is biztos, hogy érdemes eladni. Jó, hogy mindig van nálam méz egyből, ugye, mert el tudom mulasztani ezt a fertőzés témát. Jó, van, ide le is dobjuk. Lehet, ki kéne pakolni. Főleg így tudunk olyat, hogy ugye... Itt meg a benzin. Jó, az ízét akartam eladni ugye ezüstöt, meg a pénzt fogjuk eladni, semmi más. A többi az megtartós. És akkor igen, beleszeteljük mindenképp a skilljeinket. Fú, de milyen izék leszünk, nem? Nulla skill pont lesz mindenen. Biztos nagyon trék leszünk, akkor nem nagyon használható a karakter. Úgyhogy minél hamarabb el kell osztani. Mert akkor jönne valami, ilyen horde akkor megcsinálni, azt lehet, hogy nem örülne neki. Ja, ezt el akartam adni. Meg egyébként, ja, ezeket nem tudom. De mondjuk ilyeneket meg tudok csinálni. Szell. Megszállom. És akkor megint van 1800-unk. Jé, hát ez... Jé, mert az összes volt bazzalban, az is be annyi. Hát akkor az nem erős. Nem tudom, hogy nagyon végignézném egyébként, hogy mi az, amit érdemes lenne tőle venni, de ezeket nagyjából meg is tudom csinálni. Jé, meg mondtátok, hogy izét rak... van ilyen eszköz, ami direkt jó a forge-ba, és akkor tudok craftolni. Acélt. De úgy látom, hogy az nincs nála. Most mondtatok, hogy azt mindig nézem. Ah, van Raider cucc. Viszont van Raider cucca. 4800, ez viszont tök jó. De kár, hogy nincsen izeink. Nincs elég pénzünk, gyerekek. 4800. Igaz, hogy csak kettes. A glow esze. Ja, de akkor is jó lenne, mert azt hiszem, hogy ad set effect. Ja, hogy ilyen izőink van, néha így kómázunk. Fejfejünk. Oké, gyerekek, megyünk föl. Ki kellene próbálni a bálát. Meg igazából akkor már, hogyha megyünk föl, akkor mindenképpen érdemes lenne fölvinni dolgokat, de akkor már olyan dolgokat, amik, úgy mondjam, így használhatóak, vagy kellenek is nekünk fent. Például a clayt azt mindenképpen föl kellene vinnünk. Na nézzük át, hogy mi az, amit föl kéne vinni tényleg. Hát figyeljetek. Ezt fölviszem, meg az ilyen kajákat, mert mivel úgyis foglalatoskodom föl. Hát ezt is fölviszük, mondjuk a stone-t azt lehet, hogy nem fogom fölvinni most. Viszont ezt mindenképp kéne vinnünk. Ezt meg kiraktuk, ami nekünk nem kell. Jó van. Meg ilyen lőszert, azt lehet, hogy nem fogom hagyni. Fölösleges fölvinnem egyelőre. Nézzük meg, hogy mi az, amit érnek föl kéne vinnünk. Ez lehet, hogy egy random zombi horda lesz. Volt itt egy zombi, az Hozier. Örgött. Érdekes, mert tuti, hogy volt. Na nézzük még egyszer. Pillanat, gyerekek! A húst fölviszem. Ezt fölviszem. Ezt is fölviszem, mert lehet, hogy leszkrepeljük. Ezt meg ki akarom próbálni. Nézzük, mi az, ami. Hát ezt is elviszem, lehet, hogy használni fogjuk. Hát az a baj, hogy egyébként majdnem mindent föl kellene cipelnem. Ez lehet, hogy annyit fogok csinálni, hogy gameplayen kívül ezeket a gyerekek felordom, hogy ne az legyen, hogy azt lássátok, hogy én lefölmászkálok, nem? Tök mindegy, hogy mit viszek fel. Mindenképp fel kell mindent, úgyhogy akkor higgyünk. És akkor ez a gameplayen kívül felviszem. Azt a betyár, bazd meg.
Ez mi a tökömér ütötte ezt? De hallod, egy hiteltem, azért az nem volt rossz. Egy hiteltem izével. Ez az acélkalapa... Na most itt megdöglünk, bazon. A rohadt anyád. A rohadt életbe, gyerekek. Hát ezt most majdnem benyeltük. Ha ide nem tudok bejönni, akkor... Akkor ez lehet, hogy azért lett volna kakuk tojás nekem. Mennyi 19.58 van? Ó, hogy a szemetek álljon meg, bazzeg. Rohadt életbe, hogy radig vannak ilyen helyeken. Ez kidőlt. Ezen a drótkerítésen vajon át tudok lőni? Aha. Akkor jó vagyunk. Mert mondom, akkor itt nem tudom, mit csináltam volna. Meg is vagyunk. Hogy a franc essen bele egyébként ebbe a játékban, én ahogy olyan szinten meg tud szivatni. Nem jó itt lent szórakozni. Jó, megyünk fel gyorsan, fölvisszük a maradék cuccot, és akkor nyomunk tényleg egy resetet, aztán elbúcsúzom szerintem. Sajnos az a nagy problémánk, gyerekek. Pont olyan dolgaink nincsenek, amik... Várjál, a bálával ki fogom próbálni. Csinálunk ide egy... Lerakok egy ilyen bálát, és megpróbálunk rá esni majd. És akkor kiderül, jó van, gyerekek? Megpróbálunk rá esni. Mondjuk egy... Hát talán eltalálom. Azt megnézzük, az lesz a gameplaynek a vége, jó? Meggyógyítjuk magunkat, azt leugrok. Aztán akkor el is búcsúzom. De várjátok, lehet, hogy utána kellene megoldanom azt, hogy beresztetelem a dolgokat. Mindjárt kiderül, kíváncsi vagyok. Annyira mondtátok, hogy ez a bála ez működik. Ez tök jó lenne, mert akkor nem kéne legyalogolni. Ez egy frankó lenne. Gyors ki kell viszont pakolnom, mert borzalom, ami nálam van. És akkor 20 óra 19, utána resetelünk egyet, azt akkor írjátok majd, hogy mit kellene, jó? Meg hogyan. Hát ez a rész egy egész kellemes volt szerintem. Nem volt annyira szörnyű, nem is haltunk meg. Tök nehéz ezeket, küldetéseket sikerült megcsinálni. Összeszedettebben játszik az ember, akkor azért jobban tud érvényesülni. Na, menjünk ma. Hú, ez a torony. Egy létrát kívülre kell raknom. Tudom egyébként, tudom, az is lesz mindenképpen. Fú, bazze, de milyen rohadt magas ez. Na, egy pillantás. Srácok. Annyi, hogy mindenhol így végigmegyek. És akkor kapásból kikerül Adji. Cumi, cuci, ami nekünk eladható cuccok valószínűleg nincs olyan. Alkatrész az van, ja, be vagyunk egy kicsit kábulva, viszont a kőhöz ezt kirakjuk. Figyeljetek, akkor annyit fogok csinálni, hogy leugrok, aztán akkor mindenképp gameplayen kívül. Itt meg égnek a tüzek. Itt mindig annyit pazarlok. Egész nap égnek. Azt a betyár, oda nézzél meg egy ízével. Mennyi lőre? Mennyi készpia? Az nem az volt. Úr, egyébként nagyon brutál, hogy mennyit össze tudok gyűjteni. Igen, ezt a kettőt össze leszkrepeljük. Mert rosszabb, mint az enyém. Vagyis majdnem ugyanolyan, de ugye jön belőle ilyen alkatrész. Mondtátok, hogy ezt ne adjam el, hanem csináljam bele ezt. Oké, amit ki kellene próbálni, ugye rá kéne ugranom arra a szarra. Hát ezt nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni. Eltalálom egyáltalán. Bár lehet, hogy föl kéne gyógyítanom magam előtte, mert akkor legalább nem halok meg. Úgyhogy ha most meghalok, esetleg srácok, akkor tényleg az
az önfeláldozás, jó? Na, és kacok, készüljünk. Hát, ez nem nyerő. Ugyanúgy eltörik a lábad. Tehát így, igazából nem nagyon sebződtünk. De viszont eltört a lábunkat Frankon. Szóval nem a legjobb. Na, srácok, akkor megcsinálom azt, hogy én ezt beküldöm. Oké, összes skill beleszetelme, megnézzük, hogy hány darab skill pontunk van. Ami összesen, mindjárt mondom, 50 darab skill pontunk van, gyerekek. 50 darab skill pontot kéne elosztani. Nyugodtan írjátok meg, mit maxoljak, mit ne maxoljak, hogy csináljam. Fölmegyek, mert nem akarok belekeveredni egy zombiba most, így nulla skill ponttal. És akkor a következő rész azzal fog indulni, hogy el fogjuk osztani. Meg lehet, hogy gameplayen kívül fel fogom hordani azokat a cuccokat, bár annyira nem nagyon fontos. Rendet rakunk, meg milyeneket, fönt úgy is kell csinálni, egy csomó mindent kifőzni, szüretelni lehet ugye, meg ilyesmiket. Na, köszönöm szépen a figyelmet, akkor igen, ez a ball ez nem működik, annyi, hogy nem sebződsz, de viszont eltörik a lábad, úgyhogy ez nem baráti. Hát tényleg alig sebződtünk, de ez a lábtörlés ez nem jó. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsá!